Az ukrajnai háború a kárpátaljai magyar közösséget sem kíméli. Romokban az ország gazdasága, a létfeltételek katasztrofálisak, és a magyarok között is van halálos áldozat. Közösségünk is aggódva és együttérzéssel figyeli az Ukrajnában zajló eseményeket. Át tudjuk érezni a kárpátaljaiak helyzetét, hiszen még elevenen él bennünk a honvédőháború emléke. A horvátországi magyarok is összefogtak a segítség érdekében. Az orosz-ukrán háború hírére a horvátországi magyarok is összefogtak a segítség érdekében. A HMDK gazdaköre nem sokkal a háború kitörése után hirdetett gyűjtőakciót. Az egyesületük tagjai és más magánszemélyek pénzadományából árucikkeket vásároltak és személyesen vitték el a magyar-ukrán határra, ahol a kárpátaljai magyar gazdaszervezet tagjai vették át a támogatást. A segítséget azok között osztják majd szét, akik a leginkább rászorulnak. Ahogy tavaly karácsony és újév között Petrinyén volt a földrengés, és rögtön akcióba lépett a gazdakör, és nagyon szép összeggel segítettük az ottani károsultakat, és most, hogy kitört a háború, megint összefogtunk, gazdakör tagok, tehát bátran, még büszkén bírom mondani, többi 80 személy adakozott, és amit lehet látni, a kombi majd, hogy nem tele van élelmiszerrel, de az mellett nem csak élelmiszerrel, tisztítószerekkel is, ellátjuk a barátainkat, hiszen nekünk van ilyen gazdakör testvér kapcsolataink Kárpátalján. Voltunk is náluk többször már, ők is voltak nálunk, és hát megint próbálunk rajtuk segíteni, hiszen a 90-es években tudjuk, hogy éreztük magunkat, most próbáljuk visszanyozni a segítséget. A gazdakör a száraz élelmiszerek, a tisztálkodási eszközök és az egészségügyi csomagok mellett vetőmagokat is küld Kárpátaljára, ahogy a horvátországi református keresztjén kálvini egyház is, aki országos gyűjtést hirdetett gyülekezeti körében. Közel 30 ezer kunás pénzsegélyt is sikerült összegyűjteniük. Az adományt Debrecenbe az ottani református egyházközség népkonyhájába szállítják. Száraz ételek, tészta, liszt, cukor, konzervok, tisztálkodási eszközök. Ezeknek a gyűjtése folyt nagy erővel, illetve az itt mellettem látható vetőmag, hiszen a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke a múltkori látogatásom alkalmával ezt említette, hogy erre lesz majd nagy szükség. Ezzel is tudunk most szolgálni, és a református nagygazdák összegyűjtötték a vetőmagot, és ezt is most elszállítjuk, illetve anyagi értelemben is igencsak sikeres lett a gyűjtés, hiszen megközelítőleg 30 ezer kunát gyűjtöttünk össze. Hát én ezt az alkalmat is kihasználnám arra, hogy a kedves nézőket buzdítsam arra, hogy imádkozzunk együtt azért, hogy ott béke legyen, hogy ne legyen többet háborúság, és hogy az emberek örülhessenek annak, hogy élnek, és ezt meg tudják köszönni az Istennek, úgy, ahogy a mi gyülekezeti tagjaink ezt az áldozatot Isten dicsőségére hozták, azokkal az emlékekkel, azokkal az érzésekkel, amelyeket mi magunk is átéltünk, és így köszönjük meg az Istennek, hogy segítünk másokon a bajban, amit mi is túléltünk. A horvátországi magyarok demokratikus közössége is csatlakozott a magyar kormány Híd Kárpátaljáért humanitárius segélyakcióhoz, amelynek keretében folyamatosan gyűjt adományt. Az eddig befolyt pénzösszeget már átutalták a központi segélyprogramba, de továbbra is várják az adományokat.